Meseország népe, Kecskemét és szép vidéke, légy üdvözölve, szokás és legyünk szerint, királynőtök, a bölcsek bölcse és királynőtök szín előtt. A mesén címe Dolgozva csak. Volt egyszer egy szegény legény. Ehhez a szegény legényhez hozzáment felségünk egy gazdag leány. De mielőtt a papelé állottak volna, a leány kikötötte, hogy ő ugyan soha nem fog dolgozni. De még ez sem volt elég, még azt is megígértette a legénynyel, hogy ő ugyan soha meg nem verheti. Hát, jól van. A szegény legény mindenbe beleegyezett. S ő maga járt erdőre, mezőre, dolgozott, az égi asszony pedig otthon ült. Mikor nem ült? Járta a falut. Végigkukintott ide is, oda is, és recsvágodott a többi asszonyokkal. No, hát ez így ment napokig, hetekig, hónapokig. A szegény legény hallgatott, nem verte meg feleségét. Ám egyszer mégis csak megsokallott az asszony mostaságát. Reggel, mielőtt kiment a mezőre, mondja a macskának. Hallod-e te macska? Kisepeld a házat, főz vacsorát, s még egy orszó pannak is fogy, mert különben úgy megverlek, hogy halálod napjáig is megemlegeted. Hallja ezt az asszony, de nem szól semmit, csak gondolja magában. Jaj, édes Jézusom, az én uram bizonyosra megbolondult. Hát aztán ideje, mert akkor így meg úgy. No, ezt már az asszony sem állhatta meg szó nélkül. Mondja. Ó, hallá-e, mit beszél ilyen bolondságokat, hiszen a macska nem érti kelmet beszédik. Akár érti, akár nem, ne tegy, amit parancsoltam, mert nekem nincs más, akinek parancsoljak. És azzal elment hazulról, az éfi asszony pedig otthon maradt a macskával, aki szundikált tovább. Egyszer tél felé mondja az asszony a macskának. Dolgozz, macska, mert különben megver az uram. De a macska meg sem bóczant. Hát jól van. Hát jól van, gondolta magában, téged vernek meg nem engem. És azzal ő is elment hazulról, végigkintott ide is, oda is. Késő este volt, hogy haza került. Este jön haza a gazda, s látja, hogy a macska nem dolgozott semmit. Hey, uram teremtő! Megmérgelődik, megfogja a macskát. Ráköti a felesége hátára, elé a szívostort, s ütni kezdi a múlt magyarosan. A macska sírt, bőgött keservesen, az asszony még keservesebben. Így könyörgött az urának. Lelkem uram, jámbor uram, ne bántsa azt a macskát, hiszen a macska nem tud dolgozni. Nem-e? Akkor felfogadod el, hogy dolgozol helyette. Dolgozom, dolgozom, csak ne bántsa azt a szegény macskát. De egyszer csak gondolt egyet az asszony, és elment az apja házához panaszra. Elmesélte neki, hogy az ő ura hogy verte meg a macskáját az ő maga hátán. De azt is elmesélte, mit fogadott. Erre mondja az apja. Hát bizony, édes lányom, hogyha megfogadtad, hogy dolgozol a macskáját, dolgozzál is, mert különben a macska holnap is megverődik. És ezzel visszakergette leányát, hogy menjen haza Isten hívivel az urához, mert ott van az ő helye. Másnap úgy látszik, nem fogott az asszony a verés. Ugyanúgy mindent a macskára hagyott. Az igaz, hogy amikor a gazda elment az úrból, mindent a macskának adta ki a feladatokat. Ezt mondta neki. Dolgozz, macska, mert különben rúgtuljálsz. De bezzeg, aznap se dolgozott semmit a macska. Megint jön haza este a gazda, s látja, hogy most se dolgozott semmit a macska. Bizony, nem dolgozott. Föl is kötötte a felesége hátára, megfogta a szíjostort, és jól elverte. Harmadnap ismét mondja a gazda a macskának. Dolgozz, macska, mert különben ma is megverődöl. De nem kellett, hogy dolgozzék, hiszen az éfi asszony elvégzett helyette mindent. Vizet hozott a kútról, kiseperte a házat, és olyan vacsorát főzött, hogy még a király is körbe nyaladta volna a száját. Lett egyszer olyan felén, mert sajnálta a macskát, sajnálta erősen. Ugye ti is úgy gondoljátok, hogy a macska